Orbán Viktor az elmúlt napokat Berlinben töltötte. A hivatalos tárgyalások mellett több nyilvános programon is részt vett, és több ilyen helyszín közelében is tüntetők várták. Egy pódiumbeszélgetésre is elment, amelyet a Cicero nevű folyóirat és a Berliner Zeitung szervezett, ahol többnyire az orosz-ukrán háborúról, a szankciókról és geopolitikáról beszélt a magyar miniszterelnök. Én már láttam korábban, hogy ebből volt ez. És az a tény, hogy nincsen senki a nyugati oldalon, aki ráérezne arra, hogy most tárgyalni kell. Mindegy, hogy van-e esély a megállapodásra, a tárgyalás ténye az kúda, az egy hisítő dolog. És miután ilyen nem volt, mi rettegtünk attól, hogy háború lesz. És amikor 5-én ott voltam, akkor meg is kérdeztem az oroszok elnökét, hogy mit gondol a ukrán hadseregről. És azt mondta, hogy az ukrán hadsereg az egy nagyon erős hadsereg. Az egy nagyon jól felszerelt hadsereg, amerikai és britek által kiképzett vezérkarral. Információkat kapnak az amerikaiaktól, és ezért az egy nagyon-nagyon-nagyon erős ország. És világosan tett, hogy mindent meg fog tenni, hogy ez az ország sose csatlakozzon a NATO-hoz. Ez egy imperatívus számára. És láttam, hogy elszállt. Nem mondta, hogy háború lesz, nem mondta, hogy támadni fog, de láttam, hogy baj van. El is mentem a NATO központba, Brüsszelbe, és jelentettem a NATO főtitkárnak, hogy baj van. Mert az idő az nem a mi oldalunkon van, hanem az oroszok oldalán van, és bármi megtörténhet. És amikor ez 24-én megtörtént, akkor én csak annyit mondtam, hogy hát az történt, amire számítottunk. Az egész diskurzus erről a háborúról túlságosan a Putyinra koncentrál. Mindenki Putyinról beszél. Mit gondolt ő, mit gondol most, mit fog gondolni hónap reggel. De megmondom őszintén, engem egyáltalán nem érdekel, hogy Vladimir Putyin. Engem Magyarország érdekel, meg Európa. Szóval nekünk több energiát kellene fordítani arra, hogy magunkról gondolkodjunk. Ennek a háborúnak mi a következménye ránk nézve. Nekünk nem abból kéne kiindulni, hogy mit gondolunk, mi van az ő fejében. Abból kéne kívül, hogy mi az európai érdek, mi a német érdek, mi a magyar érdek. Mi azt gondoljuk a háborúról, amit az Európai Unió mond, és minek részei vagyunk. Tehát nincs külön magyar álláspont és külön európai álláspont, mi az Európai Unió álláspontját osztjuk, ez egy agresszió. Kérdés az, amikor gondolkodunk erről a helyzetről, akkor milyen kiinduló pontot választunk? Ahogy ön tette, meg szokták tőlem kérdezni, hogy mi kinek az oldalán vagyunk? Mi a magyarok oldalán vagyunk. Tehát én nem vagyok hajlandó úgy segíteni az ukránokat, hogy közben tönkreteszem Magyarországot. Én nem vagyok hajlandó úgy segíteni az ukránokat, hogy a magyarok halnak meg. Ez egy korlát, amit tudomásunk kell venni. A jó szándék fontos, de a politikában nem szándék felelősség van. Már lehet, hogy önöket meglepít. Nem tudok, és ki a jó ember. Persze az jó, hogyha sok jó ember van. De a kérdés az, hogy ki oldja meg a problémát. Politikában eredmény felelősség van. Én a béketáborhoz tartozom. Tehát ma két tábor van Európában. A háborús tábor, meg a béketábor. És én az azonnali tűzszünet mellett vagyok, és az azonnali tárgyalás mellett vagyok. Mindegy, hogy az ukránok erről mit gondolnak. Nekem, magyarként az az érdekem, hogy minél hamarabb tűzszünet legyen, és minél hamarabb béketárgyalás legyen. Ez megkülönböztet engem önöktől, akik az ukrán szempontokból vezetik le, hogy mit kell csinálni. Meg kell mondanom őszintén, hogy amit a bizottság csinál a szankciók ügyében, az katasztrofális. Nem a szankciók önmagában, a szankciók lehetnek jók meg rosszak, hanem, hogy az angol mondja, a craftsmanship, az engineering, tehát ahogyan ez ki van vitelezve. Tehát
ez egy rendkívül primitív módon kivitelezett rendszer, amely teljes egészében negligálja az európai érdekeket. És ezek a szankciók így, ebben a formában megölnek bennünket. Tönkre fogják tenni a német gazdaságot, tönkre teszik a magyar gazdaságot, ez nem jó. Mikor én elmondtam Brüsszelben, hogy barátaim, Magyarország egy landlocked country. Nem lehet tengeren odaszállítani az olajat, csak cső. A cső egyik vége Oroszországban van, a másik vége Magyarországon. És nincs másik cső. Tehát, ha ti az olajembargót megfogalmazzátok, a magyar gazdaság másnap leáll, és nekem nincs alternatíva. És ezt nem mi csináltuk, ezt örököltük, ezt a kelet-nyugat infrastruktúrát a kommunista időkből. Mit csináljak én ezzel? Erre azt mondták, találjátok egy megoldást. Ez lehetetlen. Szóval ez egy primitív dolog, amit csinál. És hogyha jól csináltuk volna a szankciókat, akkor az energiára nem lennének az ég. Persze magasabbak lennének, mint a háború előtt voltak, de nem lennének az ég. Lehet úgy szankciót csinálni, hogy az energiódok nem tesszük tönkre magunkat. De a bizottság erre nem volt képes. A szankciók első fél évében az oroszok megkeresték az egész éves pénzüket. Tehát a szankciók primitívek voltak, mert nem megfojtják Oroszországot, hanem extra pénzt adnak nekik. Hát csináltak 158 milliárd eurót fél év alatt, és annak több mint felét mi fizettük. De milyen szankció ez? Én még csak azt sem mondom, hogy vonjuk vissza. Csak azt javaslom, hogy mi gondoljuk újra. És faragjuk újra a szankciókat. Tehát nem azt mondom, hogy ne csináljuk, hogy vonuljuk vissza, meg hogy adjuk föl, csak tehát valami reasonable, common sense, szóval valami értelmes dolgot mondom. Csak amit most csinálunk, az az, hogy amerikai függésre váltjuk az orosz függést. Ez persze kényelmesebb, hát az amerikaiak demokraták szemben az oroszokkal. És ez politikai talán kényelmesebb nekünk. De nem jó. Nekünk egy jó struktúra kell. Hogy kigondolunk egy hosszú távú megoldást, és ha ezt megtaláljuk, utána kezdünk el tárgyalni, akkor ez a háború évekig fog tartani. Meg kell fordítani a gondolkodást. Azt kell mondani, mindegy, hogy lesz a hosszú távú megoldás, most legyen azonnal tűzszünet. Azonnal legyen tűzszünet, mert egyébként tízezrek fognak meghalni. És a háború közelebb fog kerülni Európához. Mindegy, hogy van-e hosszú távú megoldás, azonnal tűzszünet. Ezt mondja a pápa, ezt mondja Kissinger, Habermas, néhány amerikai republikánus, jó magam, azonnali tűzszünet. És aztán kezdjünk tárgyalni. De ne úgy üljünk, hogy mi tudjuk a megoldást, nem tudjuk a megoldást. De egy dolgot tudunk, minden egyes nap, ami háborúban van, az rosszabb, mint a tűzszünet. Ezért most az erőnkkel, politikusok, a tűzszünetre összpontosítsuk. A tűzszünetnek nem Ukrajna és Oroszország között kell létrejönni, hanem Amerika és Oroszország. Tehát a tűzszünet, meg a tárgyalások, az nem egy ukrán-orosz tárgyalás függvénye. Aki azt gondolja, hogy ezt a háborút orosz-ukrán tárgyalás zárja le, az nem ezen a világon él. A hatalmi realitások mások. Minden csepp vére a szívemnek az ukránokra. De egy hősies nép. Nekünk sok konfliktusunk volt, meg van velük, de ez most nem érdekes. De egy hősies nép. Rendkívül hősiesen harcolnak. De csak azért tudnak nyílt háborúba lenni, mert mi korlátlanul mögéjük toljuk a pénzt, a fegyvert, az információt és mindent. Ezért ők nem is tudják lezárni ezt a háborút. Ezt Amerika tudja lezárni. És ez a csapda lényege. Az amerikai elnök túl messzire ment. Az amerikai elnök olyanokat mondott, amiből nagyon nehéz visszajönni. Hát ha Putyin tömeggyilkos, ha háborús bűnös, ha meg kell buknia, Putyin must fail, regime change. Tehát ha ilyeneket mondanak, akkor utána ez az elnök nagyon nehezen tud békét kötni. Úgyhogy most brutálisan fog hangozni, amit mondok, de a béke reményének a neve Donald Trump. Először is természetesen az ukrán pozíciót meg kell érteni. Szerintem az ukránok pozíciát a legjobban a magyarok értik. Tehát szoktak beszélni Bucsáról. De 56-ban Bucsát Budapestnek hívták. Tehát, ha
valaki tudja, hogy mit jelent a katonai támadás és elnyomás az oroszokra, hát mi tudjuk? Hát a mi Zelenszkijünket felakasztották. Az 50-es forradalom után. Szóval nekünk nem kell elmagyarázni, hogy milyen brutális tud lenni egy orosz háború. Pontosan tud. És mi ezért azt gondoljuk, hogy mindent meg is kell tenni Ukrajna érdekében. De a legtöbb, amit most tehetünk, az a tűzszünet. Minden más ennél kevesebb. Semmi jobb ajándékot nem tudunk adni most az ukránoknak, mint az, hogyha elérünk egy tűzszünetet. Ez az én véleményem.